Üdvözlem a Szerda Helyzet műsor nézőit, és a stúdióban üdvözlöm állandó vendégünket, Szigeti Attilát. Attila, szervusz! Hello, sziasztok! Attila, egy kicsit rendhagyóan csináljuk ezt a műsort. Nem így terveztük, de jött egy olyan dolog, ami miatt azt gondoltam, és te is, hogy azért illdomos leülni és beszélni, és egy pár mondatot, gondolatot kidobni a éterbe. Hibala! Hát először is akkor boldog új évet a minden dac szurkolónak és a Szerda Helyzet nézőinek. Hát meglepett, engem személy szerint meglepett az egész edzőtörténet, és én azt gondolom, hogy a szurkolóinkat is meglepték, és a első reakciók, ami hát elég szélsőségesek voltak pro kontra. De hát ez van, ezt döntötte a tulajdonos, és ahogy így belenézünk mélyebben, én szerintem jogosan döntött így. Valahol, ha Peter azt mondta, hogy csak nyárig, akkor én úgy gondolta, hogy a nyári Európa Ligáról már valami edzővel mással fölkészülni, szóval én szerintem ez lehetett benne. Csak találgatunk, remélem át van gondolva kompetenseknek. Igen, ezt még, erről még beszélünk a műsor harmadik részében, hogy a dacban, hogy milyenek a edzői történetek, és te szempontodból, én szempontból milyen rálátással vagyunk ezzel a témával. Én most a Peter Hibala személyét, úgy a személyiségét, úgy a edzői mi voltját kérdezném. Peter Hibala milyen edző számodra? Hát amikor Peter idejött, én mindenféleképpen pozitívumnak könyveltem el, és a első úgymond kapkodásait, egy, úgy láttam, hogy egy megfontolt dolog, egy elképzelést megvalósítani készülő edzőt kaptunk anno, és én azt hiszem, és személy szerint ez a véleményem, hogy Peter hozott olyan dolgot a szlovák fociba és ebbe a Fortuna ligába, amit én szerintem mindenki pozitívan értéke. Én azt gondolom, mindenféleképpen látványt hozott a csapatunk számára. Annó, amikor azok a edzők, akik voltak előtte, nem ezt játszották, egy biztonságosabb játékot játszották. Ő néha véleményem szerint túlzottan is nyitott játékot játszott, amin én is csak hümmögtem néha volt olyan meccs. És volt olyan meccs, ami kötött ebbet a karóhoz, amikor talán nem kellett volna. De őnek ez a filozófia, ez a nézete, hogy így fölmenni. És hát természetesen aztán megoszlik, hogy mennyire tudott belenyúlni Hibala azokba a bizonyos meccsekbe, amikor már talán a veszett fejszennyele volt, és akkor úgy lereagálni a dolgokat, vagy egy picit váltani a szerkezetet annak a csapatnak. Sokszor beszéltünk arról, hogy a Hibala Hibalának a munkáját befolyásolta az, hogy milyen, persze melyik edzőnek nem, a keret. Ugye az elején volt itt egy keret, beszéltünk sokszor is róla, ez az a keret, amivel lehet játszani azt a stílust, azt a gegenpressinget, ha feltölti gyorsabb játékosokkal, miután kicserélte a két lassabb játékost, de tapasztaltad, akkor jött egy időszak, amikor kezdtek kifogyni olyan típusú játékosok, akiket használhatta a Hibalás gegenpressinghez. Mennyire befolyásolta ez a dolog, hogy a keret valahogy mintha nem a Hibalára lett volna rávarva? Hát a elképzeléseit talán megvalósította ezzel a kerettel is, ami van. Hát természetesen aztán szerette volna föltölteni, vagy úgy töltötte föl, ahogy sikerült föltöltenie. Mármint a klub vezetése, ahogy hozzájárult a föltöltés. Természetesen én azt gondolom, hogy Hibalának voltak kicsit magasabb elképzelései, mint játékos téren, hogy hoznak ide képzettebb játékosokat. De a filozófiánk, a klubnak a filozófiájával is tisztában kellett, hogy legyen Hibala. Szóval ez biztos, hogy leültek, és azért megbeszélték, hogy ettől eddig. Ennyi a költekezés, szóval én szerintem azt, amit Hibala ezzel a csapattal elért, én szerintem mindenféleképpen figyelemre méltó. Olyan rekordokat döntött meg, amivel beleírta magát a dac történelmébe. Viszont én itt a játékról beszélek, és a arculatáról, hogy ott már a végén lehetett látni, hogy nem teljesen
az, amit ő szeretne játszani. A keretből is kifolyólag. Mikor volt nálad az a törés, amikor beszéltünk is róla egy párszor, hogy azért jól lett volna hozni egy pár konkrét típusú játékost posztokra? Úgy gondolom, hogy Peter Hibalának magasabb elképzelései voltak, vagyis hogy egy komolyabb elképzelései voltak már, mint a játékos keret részéről, vagyis hogy ezzel a játékos kerettel kapcsolatban már. Mert ugye meghatározó egyéniségek jöttek, mentek, és szerintem ő mindenféleképpen azon volt, hogy a játékos keretet föltölteni olyan szintű játékosokkal, akik ezt a fajta szemléletet, amit ő idehozott a DAC-hoz, ezt meg tudja valósítani. Ha hoznak olyan játékosokat, és itt több nevet is említhetnénk, aki ehhez a fajta játékhoz nem tud kellőképpen hozzájárulni, az csak ahhoz fog fajulni, hogy egy edző azt fogja mondani, hogy no, akkor eddig, és próbáltuk ezt megcsinálni, ha eladjuk a jó játékosokat fél évente, akkor ez így nem fog menni. Spekulálhatunk most jobbra-balra, hogy mi volt a oka elvégre. Oké, Péter kimondta azt, hogy nyárra már más, hogy gondolja a jövőjét. El volt mondva minden. Jött egy döntés, de a másik oldalon ez azt is jelenti, hogy nem itt látta a jövőjét. És számomra egy kicsit befejezetlen a munkája, mert ott azért akkor találnám befejezetten, ha sikerült volna neki nemzetközi porondon valamit. Ezt én sajnálom, hogy nem így történt, de ő döntése. Ez a történet szerintem valahol már ott kezdődött, amikor először nem akarok spekulálni, de volt már itt egy vita, szezon közben vita arról, hogy mi lesz Hibalával, ami talán nem is volt jó, nem is tett jót a Hibalának, meg a csapatnak se, és tulajdonképpen a Európa Ligás szereplésünkre. Hogy emlékszel vissza erre időszakra? Biztos vagyok benne, hogy a Hibala fel szerette volna tölteni a játékos keretet olyan játékosokkal, akik húzó emberek, akik meg tudják valósítani elképzelésünket, és a tulajdonos és a menedzsernek volt egy kitétele, hogy ettől eddig ennyit költhetünk. Véleményem szerint ez szülte a nézeteltérést, és aztán Hibalát én úgy látom, és úgy ismerem, hogy van egy bizonyos fajta véleménye, amiből nem enged. És ez itt én szerintem súrlódáshoz vezetett, és aztán ez lett a vége, hogy el kellett menni. Én szerintem nagyon kevés edző tudja azt bevállalni, hogy a játékos keretet nem töltjük fel olyan szintű játékosokkal, mint amilyen az elvárás. Szlovákok azt szokják mondani, hogy kettőnye, tulajdonképpen szerintem mindkét oldalról így pragmatikusan eldöntötték azt, hogy game over lesz együttműködésben. Beszéljünk most a Hibala tevékenységnek a legszebb pillanatairól, mire emlékszel inkább, leginkább. Hát az mindenféleképpen megmarad, amikor a Krakóviába ugye tovább jutottunk. Az egy feledhetetlen pillanat volt, mert megmondom őszintén, mérkőzés előtt egy kicsit csak néztem, hogy milyen szurkolás és milyen atmoszféra volt a stadionban. És ugye otthoni egy-egy azért nem kecsegtetett olyan reményekkel, hogy mi ott tovább jutunk. Ha reálisan nézzük az egészet, viszont aztán a mérkőzés alakulása úgy adódott, hogy tovább jutottunk. Az feledhetetlen pillanat volt. És hát persze Szlován verésik nekem ez a 5-2, amit Peter elkönyvelt a Szlován ellen is. És az egész, én voltak olyan meccsek, hát említhetnénk a Zsolnát, itt olyan tetszetős focit, hogy én szerintem egy Európa szintű meccseket játszottunk azokkal a csapatokkal, akik szerettek volna itt focizni, nem azokkal a csapatokkal, akik idejöttek 10 emberrel védekezni, és nem tudtuk föltörni a védelmüket, aztán kaptunk egy gólt, és bizonyos izzadságszagú volt a mérkőzés. Szóval voltak ez a Zsolna, Szlován, Nagyszombat, ezek nagyon jó, és hát a Európai Kupa szereplés. Én nekem nagyon csalódás volt például a görög mérkőzés. Igen. Gondolom a csalódásokról is fogsz kérdezni, hogy mi volt az, de nekem az kimondottan csalódásként értem meg, mert egy nagyobb taktikával, jobb taktikával itt talán ezt a görög csapatot is ki tudtuk volna. Egyértelműen ott voltam, és láttam, hogy mi van, és tekintettel arra, hogy 39 fok volt, és
a görög otthon játszották, tudták, hogy hogyan kell futkározni, hogyan kell játszani, hogyan elosztani az erőt, akkor az edzőjük abból a szerénke csapatból kihozta a maximumot, főleg taktikailag, ami nekünk nem sikerült. Két kulcsfontosságú időszakban, 25 perc után, amikor első 25-öt tulajdonképpen domináltunk, és ott egy kicsit pihenni kellett volna, de nem. És ott jött az első gól hamarosan, de legnagyobb aki, ami volt, a egyenlítő gólnál szerintem 2-2-nél volt még 27 perc a mérkőzés végéig, és azt jelenti, hogy lett volna egy pihenő fázis, tovább nyomta fel a srácokat ilyen időben, amire nem voltam megszokva, úgyhogy én szerintem azt mondjuk, hogy taktikailag pofont kaptunk, akkor az volt az a mérkőzés, és kár, mert ott nagyon sokat vesztettünk. Ha ránézünk arra, hogy egy lengyel csapat következett volna, akkor lehetséges lett volna egy csoport szereplés is, és lehet, hogy ez is benne játszott egész történetben, hogy nem sikerült akkor tovább jutni, pedig lehetett volna. Én szerintem is lehetett volna, mondani személy szerint azt nagy csalódásnak értem meg azt a görög, mert hát látom, itthoni mérkőzést látom, és én úgy gondolom, hogy az a görög csapat verhető volt. Hadd csak az egyik meccsen, de verhető volt, biztos. Mindketten szerintem azon a nézeten vagyunk, hogy mint szakember egy olyan edző Hibala, aki abszolút progresszív focit hozott ide, tapasztalata nagy csapatokkal még nem olyan, de az idő kérdése szerintem is, hogy mikor robban ki teljesen, és mikor találja meg a megfelelő csapatot magának. Másik dolog az, hogy itt találkozott egy kvázi kinder csapattal, és ő is egyébként pragmatikus volt, egy ideig volt olyan fázis, amikor elvesztette a türelmét, és tényleg furán viselkedett. Viszont a sajtótájékoztatókon, elemzéseken higgadt, de mégiscsak a habitusa hasonló, mint azoknak a gyerekeknek, akik a csapatban voltak. Ebből a szempontból ez is érdekes volt, hogy egyrészt fegyelem volt, másrészt még itt kicsit olyan, egy kicsit olyan mi, így képzelem. Hát Peter Hibala egy bohém srác, ezt az első pillanattól ezt megláthattuk, ugye a mozdulatok, a lekovacsolás az egész meccsnek, szóval engem meglepett az első pillanatokban, amikor ide érkezett. És ez ugye folytatódott, ő egy nagyon barátságos, egy olyan emóciókkal éli át a mérkőzést, amik hát egy edzőnek így kellene átélni, ennyire beleélni magát egy meccsben. De mindenki más, szóval valaki egy pókerarccal nézi végig a mérkőzést. A Peter egy gesztikulációval, vagy esetleg beleköt a ellenfél trénerébe, szóval megesett ez is. Viszont én azt hiszem, hogy a csapat, és amit hallottam is, a csapat és Peter között volt egyfajta tisztelet, bizalom, és volt egyfajta fegyelem is a csapatban. Természetesen aztán voltak kirívó példák, amiket említhetnénk itt, Satka és Kostruna és a többi. Én azt gondolom, hogy egy Fortuna ligás játékos, egy ilyen kinder csapat, amit említesz, és egy Fortuna ligás játékosnak, aki nem profi szellembe gondolkodik, és ez talán a U19-ünkre is érvényes, már azt most ne keverjük ide, de olyan szellembe kellene gondolkodni, hogy én egy Dunaszerdahely, egy élcsapat, egy fortunikus élcsapatnak a tagja vagyok, és nem engedhetem meg magamnak azokat a kilengéseket, mint amit megengedett magának a Satka válogatott, a Kostina válogatott, szóval Csmelik, egy tehetséges srác. Szóval ezeket a dolgokat én szerintem a játékosnak kellene profi szinten lereagálni, úgyhogy hogy ez természetesen. Aztán ez visszajutott a kabinba, mert nem vagyunk talán olyan helyzetben, hogy itt naponta tudunk elküldeni játékosokat, és naponta tudunk hozni játékosokat. És ez azt hiszem, hogy rányomta a bélyegét arra, hogy talán úgy nézett ki, hogy nem volt megfelelő fegyelem. Ezt abszolút aláírom, hogy
szerintem Hibala valamilyen módon meg is volt lepődve, hogy milyen viselkedéssel találkozik itten, és ez nem csak a Dacra jellemző, abszolút nem, hanem többi ligás csapatokra is, és nem beszélve arról, hogyha itt a szlovák, például a szlovák válogatott játékosai hazajönnek a nagy klubokból, válogatottban legyenek azok a U21-es is. Hát rumliznak itt, mint annak a rendjén, úgyhogy úgy néz ki, mint a Szlovákiát, úgy jönnek, hogy itt minden lehet, és a Fortuna Ligát is, hogy mindent lehet, ha pénz van, de nem így van, és ez szerintem a Hibalának nagy gondot okozott, hogy ezzel megbírkózom, főleg, ha nem volt neki jobb keze, amiről beszéltünk, jobb keze a csapatba, aki ezt továbbította volna, és talán jobban respektálják ezt, mint edzőtől. Hát természetesen ezt már nagyon sokszor átbeszéltük, hogy hiányzott egy Simon Tibi, csak említhetnénk őt, aki a csapat elé odaállt, és akkor azt mondta, hogy ettől eddig, és lehet, hogy az edzőben csak kellett legyen a kabinba. És hát voltak játékosok, én tudok, akinek nagyobb szava volt a csapatban, mint edzőnek. És ezt emlegethetnénk, de pontosan egy ilyen játékos hiányzik a Dacba. Hogy befejezzük a Péter Hibalát, mint személyiséget, mint edzőt. Mire emlékszel leginkább egy ilyen személyes találkozás, mert sokat találkoztunk vele, mi maradt meg benned Péterről, amit talán így a szurkolók, még bárki nem vett észre, mert hát mi a backstage-ben ott vagyunk, közel voltunk hozzá, úgyhogy többet láttunk. Mi maradt meg benne? Három dolog volt, ami valahol ilyen meglepett. Az első egy, azt hiszem, nyitrai meccs volt, nem biztos, hogy nyitrai, és én mentem be a sajtóba, és jött ki a öltözőből vagy a kabinból, és odaszólt, hogy hello, szerda helyzet. Ez volt az egyik. A másik, mikor kint voltunk egyszer az akadémián, és volt ilyen felkészülési meccs, és akkor kezdtem magyarázni, hogy a szerda helyzetet angolul szeretné, hogyha aláírnánk, vagy fordítanánk, vagy nem tudom, hogy, mert hogy nem érti. És a harmadik pedig a bankba mentem a Sporitelnyába, és ő autóval jött, ami ritkaság volt. És hello, Szigi, és kiintett a hősök, akkor még nem tudtam kötni, nyerni, nem tudtam, és ez a három, ami így megfogott. Voltak, én nagyon sokat figyeltem Hibalát, talán tudom minden mozdulatát, hogy reagálta le azokat a bizonyos szituációkat, amik egy tökös csávó, én azt hiszem. Hát én így elmondhatom én is a tapasztalatomat, azért 2008 óta szinte minden edzőt közelről ismertem, és tudom hasonlítani, de Hibala egy unikum. Például az első találkozásom akkor volt, amikor Minszk ellen játszottunk, és szálltunk fel a repülőre, de nagyon gyorsan kellett, mert siettünk, stb. És akkor megyek be, lihegek be, és akkor szembe áll a Mikey, még ő, és akkor a Hibala felém nyomja a pizzadobozt. És de úgy, hogy nesze, ilyen stílusban. Én akkor nem ismertem, és akkor kezembe fogtam, lihegve, és akkor még azt mondta, hogy talán köszönöm, nem? És akkor én ránéztem, hogy ez még micsoda, és akkor visszaadtam, hogy nem kérem. Úgyhogy ez volt első találkozásunk, egy ilyen érdekes pizza sztori. Így fejezném be témát, ha még van valami hozzáfőzni, míg átmegyünk a utolsó témára. Csak annyit tennék hozzá, hogy Péter talán ezért is illett bele ebbe a közegbe. Mert bolondok vagyunk. Hát úgy, hogy meg nem az a vérprofi még a Dunaszerdahely. Ez egy kisváros, kis szűk közeg, és nem, ne hasonlítsuk magunkat egy olyan csapatokhoz, akik itt Bayern München, meg stb. És ebbe Péter nagyon beleillett. Hogyha talán egy picit a kemény fejűségéből lejjebb ad, amiből sok edzőnek velem együtt lejjebb kellett volna adni valamikor, akkor lehet, hogy hosszabb ideig itt lett volna. Ez az egész történet nem csak
nézőknek fontos, nem csak a klubnak, nem csak a Peter Hivalának, hanem a legfőképp azért fontos dolog, hogy jól lenne rátekinteni most arra, hogy 2014 óta milyen itt a edzősztori. És kezdve a Radványitól, aki ugye kezdte ezt az érát, hogy kezeljük mi ezt a témát, ugye a 6 év alatt elég sok edző kicserélődött, ez jó vagy nem, ezt hogy értékeled? Én véleményem szerint az, hogy edzősors, amíg nem tud az a csapat, az a háromszög csapat, vezetőség és a edző, olyan szintet produkálni, vagyis nem is így mondanám, hanem olyan nevezőre jutni, ami mind a háromnak megfelel, addig edzők fognak jönni, menni, és, de ez edzősors. Jobb nem erőltetni. Azt mondják a komolyabb edzők, komolyabb edző, mi a komolyabb edző, és mi nem. Van ilyen vélemény, hogy egy csapatnál két és fél évtől tovább, akkor már egy picit kiég az a komolyabb edzők nem tudnak újítani, ha játékosokat hoznak, vagy nem hoznak, szóval ez 2,5 évnél tovább, talán jobb tovább állni, de ez már most nem közölhetjük tényként, viszont én azt gondolom, hogy meg kellene találni azt, és ebben nagyon-nagyon állást kellene foglalni a klubnak, hogy mi elvárás. Vagy eredménycentrikusak vagyunk, vagy pedig játékosokat szeretnénk kinevelni. Mert azt hiszem, hogy ha a Fortuna Liga első 4 csapata nem bír 4-5 olyan játékost, talán kivétel a Zsolna, de ott is csak ritkaság, nem bír 4 olyan játékost, akit például az U19-ből most említhetnék, U19-ből felhozok 3-4 játékos, biztos vagyok benne, és azokkal játszom a meccseket, biztos vagyok benne, hogy nem kevesebb pontunk van. Szóval ez tény és való. Szóval ezt a filozófiát, a edzőkérdést és a játékos kérdést, ezt mindenféleképpen valahogy közelíteni kellene egymáshoz. Ebből a szempontból talán rá lehetne menni a Dacnak, rávarni egy ciklust, hogy mikor jó, hogy jöjjön egy új edző, és mikor menjen el a új edző. Lehet, hogy ebben a fázisban vagyunk, hogy ezt most akarjuk definiálni, hogy ez a ciklus milyen legyen, mikor váltani. Rájöttünk, hogy Európa Liga előtt rizikó. Rájöttünk, hogy Európa Liga előtt cserélni játékosokat olyan mértékben, az is néha rizikó. Lehet, hogy ezeket a dolgokat próbáljuk most belőni. Igen, és gondolom így gondolkozott, ahogy te tulajdonos is most, hogy Peter akkor most már fél évvel a szerződés lejárta előtt ketté válnak útjaink, és ezért váltott. Mert gondolom az a 10 pont úgy gondolja, hogy elég ahhoz, hogy egy új edző csinálja úgy, vagy irányítsa úgy a csapatot, hogy elég legyen a Európa Ligához. És ebből a szempontból én megértem Világinak a döntését, hogy akkor, hogyha már mindenféleképpen nyáron az a véleményed, hogy elmész, akkor inkább akkor most, hogy legyen idő arra, hogy mi egy Európa Ligáról át tudjunk készülni. Én szerintem ez logikus döntés volt. Azt hiszem, hogy kiveséztük elég ezt a témát, ha még van valami hozzáfűzni valódban, vagy valami gondolat, amit nem kérdeztem meg, akkor nyugodtan. Nekem csak az a gondolatom lenne, hogy nagyon nehéz, nem lesz könnyű egy Hibala után egy edzőt hozni, mert lényegében, amit láttam a utánpótlásnál is, lényegében az utánpótlás nevelésünk is úgy folyt ebbe a úgymond Hibala stílusba, amit Hibala itt idehozott, és most ezt most, hogyha jön egy új edző, akkor ezt most el van vágva, és én úgy gondolom, hogy az lenne ildomos, hogyha egy olyan nézetű edzőt hoznánk, mint a Hibala, de azt, amit a YouTube-ról összegyűjtöttem anyagot, úgymond a pletykák, ha igaznak fognak, lehet ráadni a pletykákra, akkor egy olyan portugál fog jönni, aki talán ugyanezt a játékot fogja erőltetni. Most ezt nem jelenthetjük ki, meg nem akarok itt elsózni valamit, de, igen. De én úgy gondolom, hogy... Akkor kérdezzek így, hogy nem nevet akarok, hanem, és nem egy stílusról, hanem milyen edző felelne meg Dacnak?
Hát ez most kapásban most jó, majdnem kimondtam egy szavat, hogy csak jó, de ez most egy hülye megközelítés lenne. Egy hasonló stílus, vagy hát, amit játszottunk, ez a stílus, ugye megszoktuk, hogy mi, de olyan edző, aki le tudja reagálni azokat a dolgokat, amiket például Peter nem tudott lereagálni. Én azt hiszem, hogy léteznek olyan edzők, akik bele tudnak nyúlni úgy a csapatba, és hát kellene egy erős kéz is, aki olyan játékosokat, akik, és most megint csak említhetnénk neveket, akik azt mondják, hogy ettől eddig és ne tovább. Szóval nem szabad szabadjára engedni a játékosokat, ezt a kinder csapatot, ahogy nevezzük, mert tényleg fiatalok, és olyan dolgokat csinálnak, hogy ami nem jó. Szóval egy erős, kemény edző kellene ide, aki kézben tartsa a csapatot. Hát itt most taktikailag nem menjünk bele abba, hogy most mit szeretnénk, milyen felállásba szeretnénk játszani. Fog kapni egy gárdát szerintem ez a új edző. Véleményem szerint a képben van, hogy most a Dac azért mit játszott, vagy hogy milyen játékerőt képvisel. Valószínűleg, ahogy én is figyeltem ezeket a dolgokat, akkor habitusából kifolyólag, a portugál edző lesz, akkor egy kicsit jobban fog fókuszálni a védekezésre is. Igen, ő védőt játszott a Benficában annak idején, és láttam egy-két bevágást, amikor ő irányította a Benfica B-t, és elég sok passzból építkeztek, szóval ezt láttam a YouTube-on. Meglátjuk, hogy ő, hát most még meg kiabáljuk el a nevét, hát most ez egy ilyen nyílt titok, mert ma minden tele van vele, ugye? Igen. Szóval meglátjuk. Persze bárki jön, biztos, hogy újból építkezünk, és ha edző, ez újból valamilyen gárda kell. Én még csak annyit tennék hozzá, Tibi, hogy volt egy német edzőnk, és most jött egy portugál. Ennyire hiányzik a magyar edző és a szlovák. Én nem tudom, de... Látod, ez érdekes, mert mi azért végignéztük az egész szezont, és láttuk ott, hogy a ligában vannak olyan szlovák edzők, és akik taktikailag kiütötték ezt a német edzőt. Igen, pontosan így van. Nem könnyű egy olyan csapat ellen játszani, aki tényleg arra rendezkedik be, hogy most megnehezítjük a Dacnak a sorsát, vagy a győzelmét, de tényleg voltak ilyen meccsek. És még csak Peterhez visszatérve annyi, hogy néha-néha sokat foglalkozott személyekkel a pályán. Annyira, hogy képes volt 5-6 percig egy valamit magyarázni, ami kézenfekvő dolog volt, egy Pitiáner dolog. Én emlékszek, Ramirezzel volt egy ilyen konfrontálódása, ha így mondom, aztán volt egyszer talán videóval is, amikor magyarázott, és a többi, de hát jó. De ez tiszta felesleges, mert szerintem a játékosok nem csak azért, hogy főleg a hazai meccseket, hogy milyen hangulat van, ezt nem észlelik, és nem is akarják észlelni, és egyik füllel ki, másikkal tényleg ki, ha nincs taktikai utasítás, mint amit szokott a Máté Vidánunk, de például egy kapus szemszögéből, hát életemben nem hallgattam, de sok kapus nem hallgatta edzőnek a bekiabálását, abszolút fogalmam sem volt, hogy miről szól a dolog ott. Más világban vagy, amikor focizol. Hát és összehasonlítatnánk például Stromsíkot és Hibalát. Hát ő végigállja a meccset, és gondolom az edző, vagyis hogy hát az öltözőbe dőlnek el a nagy dolgok, szóval... A legjobban belenyúlni, ami talán hiányzott a Hibalának, az volt, hogy cserékkel, időbe posztokat váltani. Azaz... Emlékszel, volt egy cseréje, amikor Krakóviába ugye Veszelovszkit tettem, nem értettem. Volt több ilyen. Volt olyan, ami nem volt, és kellett volna. Igen. Bizony, és akkor előtettük azt a gegenpressinget, és amikor meg kontrasztok bennünket néhányszor, úgyhogy jó emlékezni. Emlékezni erre, de műsort Peter Hibaláról fejezzük be szerintem pozitívan. Peter, szerintem le fogják fordítani neked ezt. Tényleg az alatt, egy és fél év alatt megismertünk egy érdekes embert, nagyon jó embert, abszolút energiabomba embert, aki abszolút nem unalmas, és ez jó a mai világban.
és a dunaszerdaiek, meg felvidékiek, mi is olyanok vagyunk, hogy mindent mondhatnak rólunk, de unalmasak nem vagyunk, és belepasszoltál ide. Az, hogy ez lett a vége, volt itt egy gyönyörű 1,5 év, amit nagyon szépen megköszönnék, és sok sikert kívánok. Auf Wiedersehen nem mondom, mert azt már máshogy használják, hanem angolul azt mondom, hogy good luck, boy. És hajrá, Dac! Pontosan. Köszönöm.